Az utolsó szalmaszálat szerette volna megragadni a Győr elleni meccsen az NTK, sikere esetén ugyanis még a saját kezében tartotta volna sorsát a nyíregyházi együttes. A vendégek azonban másként gondolták, már a találkozó elején jelentős előnyre tettek szert, amit a folytatásban nem tudott ledolgozni a hazai csapat. Így nem szakadt meg a negatív sorozat, Zsinórban 16. szuperligás meccsüket veszítették el fintáik. Az első sorban, az első párnál hatalmasat úrított a két győri srác, és maga biztosan elvitték a csapatpontot, és egy 140 fás hátrányba kerültünk. Hát innen már eleve nagyon nehéz lett volna felállni, és még hozzáteszem, hogy a középső sorban dobott egy játékosuk, akik szintén több mint 600 fát ért el a Koller Dani személyében, és ezzel már végképp megpecsételte a sorsunkat. Bár a középső sorban a Mogyorósi Péternek sikerült csapatfát valamennyit visszahozni, illetve egy csapatpontot szállítani, azonban az utolsó sorra így is 230 fás hátránnyal mentünk a Hakker Dezsővel pályára, ami gyakorlatilag már csak a mérkőzés lejátszását jelentette. A Dezsőnek sikerült pontot szerezni, közel 600 fás teljesítményével, végül nekem sajnos egy kicsivel alul maradtam az ellenfelemmel szemben, így alakulhatott ki, hogy 6-2 arányú vereséget szenvedtünk. Matematikailag még van esély a bennmaradásra, ahhoz viszont a hátralévő 6 meccsből 5-öt meg kellene nyerni az NTK-nak. A hétvégén Zalaegerszegre viszont az esélytelenek nyugalmával utazhatnak el a nyíregyháziak. Most már abszolút bajnokesélyes Zalaegerszegről beszélünk, úgyhogy mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy jó formában tartsák a saját játékosaikat, tehát biztos vagyok benne, hogy nem fogják könnyelműen venni azt a mérkőzést sem. Számunkra ezt a meccset le kell, hogy játsszuk. Nem a legerősebb csapattal utazunk, többnyire már megint csak a munkai elfoglaltságok miatt, illetve valószínűleg én sem utazok ez a Zalaegerszegre, végre egy kicsit pihentetni tudom a térdemet, és bízunk benne, hogy az következendő héten a Balogonyom elleni hazai mérkőzésen végre megtörik ez a brutálisan rossz sorozatunk. Igazából nekünk most már csak erre kell figyelni a következő hétvégére. A Szuperliga tabelláját a Szeged vezeti 31 ponttal, megelőzve az egyaránt 28 pontos Lépcelakot és Zalaegerszeget. A nyíregyházi Tekeklub pont nélkül az utolsó 12. helyet foglalja el a táblázaton.